Most olyasmire szeretnénk használni a nyilvánosságot, amire talán leginkább való. Egy nagyon nehéz helyzetben lévő 4 gyerekes szegvári családnak szeretnénk legalábbis közvetíteni a segítséget. Itt van velem a stúdióban Bihari József, a családfenntartó apa és férj, illetve Bozóni Ágoston Mária, akit egyébként a Máltai Szeretetszolgálat kapcsán ismerünk, de most mint magánember vagy itt. Aki viszont nincs itt, József felesége, aki a Szentesi Kórház intenzív osztályán fekszik. Szóval említettem, hogy te most mint magánember kapcsolódsz a történetbe. Mi a történet? A történet úgy kezdődött, hogy Szentesen, ahol dolgozom, bejött egy hölgy a játszóházba, és megkeresett, mint a Máltai Szeretetszolgálat vezetőjét, hogy van egy család, aki nagyon rossz helyzetbe került, hiszen az édesanyja kórházba került, és 4 gyerekkel apuka otthon van, és mint anyuka és apuka szerepben egyedül próbál. És a legkisebb 3 hónapos, ugye? Igen, a Péter próbál helytállni, és ugye a legkisebb Petike, ő gyakorlatilag akkor 2 hónapos volt, és ugye a Málta tud-e ebben segíteni. És beszélgettünk, mondtam neki, hogy a mi szervezetünk anyagilag nem tud támogatást nyújtani, de mégis mire lenne szüksége a családnak. És akkor mondta, hogy élelmiszerre, esetleg ruhaneműre, meg bármilyen segítséget gyakorlatilag most jól jönne a családnak. És akkor kérdeztem tőle, hogy ne haragudjon, de mondja már meg, hogy ha nem titok, ki ez a család, hiszen én is szegvári vagyok, és talán ismerem őket. És elmondta, hogy hát hogy a Bihari Józsi és a felesége a Hajnalka került kórházba. És én annyira összeomlottam ott, a hölgy az annyira megijedt, mert nem gondolta, hogy a személyiség... Hát ti ismeritek egymást. Igen, igen. Hát nekem a Hajni 10 évig volt fodrászom itt Szentesen, vagy Szegváron, utána Szentesre elköltöztem, és ugye ez úgymond megszakadt ez a munkakapcsolat, de a barátság azt gondolom, hogy megmaradt, hiszen mindig tudtunk egymásról, és nagyon sok olyan helyzetben Hajni mellettem volt, beszélgettünk, amikor tényleg szükség volt valakinek a jó tanácsára, vagy egy baráti szóra. És ugye ez, azt gondolom, hogy egy ilyen beszélgetés, vagy egy ilyen felkérés, vagy megkeresésnél ez mindenkinek előjött volna, tehát nem egyedi lehet az esetem. És annyira megérintett a dolog, hogy azt gondoltam, hogy ez mellett nem lehet elmenni, sem mint Máltai Szeretetszolgálat, sem mint magánember. És ugye a Málta tartós élelmiszerrel tudta segíteni ezt a dolgot, de miután Józsival felvettem a kapcsolatot, azt gondoltam, hogy ez már itt nem lesz elég, hiszen Hajni nagyon-nagyon rossz állapotba került be a kórházba. Ez egy nagyon hosszú folyamat, az ő gyógyulása is, és a Józsit nagyon sokáig kellett győzködni arra, hogy fogadja el a segítséget, mert nem tudni, hogy meddig fog ez az állapot fennmaradni. Hajni tulajdonképpen mivel került be a kórházba, és most milyen állapotban van? Hogy van Hajni? Hajnalka most már azt gondolom, hogy egy picit jobban van, hiszen ugye Józsival napi szinten tartjuk a kapcsolatot, és ő minden nap látogatja. Amikor bekerült Hajni a kórházba, akkor ő vérmérgezéssel került be, és próbálták ugye az intenzív osztályon egy picit ebből a betegségből kihozni, de sajnos utána kapott egy szívinfarktust, ami azt eredményezte, hogy ő 40 percig halott volt. Tehát újraélesztették, és 40 percig küzdöttek az életéért. Majd éberkómába került, és ez az állapot, ez a mai napig mélykómába. Először mélykómába, majd utána éberkómába, és ez az állapot, ez a mai napig fent van, és vannak tiszta pillanatai a Hajninak, tehát van már, amikor tudatos választ ad egy-egy kérdésre, amikor született, és Józsit megismeri, tehát gyakorlatilag vannak már olyan tudatos és tiszta pillanatai, ami arra engedi következtetni, azt gondolom, az orvosokat is, hogy igen, van remény, de sajnos fekvő állapotban van, tehát mozgatják, gyógytornász segíti a mindennapjait, és az ápolók, nővérek. Most az intenzív osztályról átkerült a fertőző osztályra, hiszen azt gondolják az orvosok, és a jel is azt mutatja, hogy a Hajni állapota már nem igényel intenzív ellátást, és akkor gyakorlatilag itt tart most a dolog, hogy a fertőző osztály látja el az ő ápolását, innen
ha minden jól megy, akkor majd előbb-utóbb a rehab osztályra fog átkerülni, valamint Budapestre szeretné a család is, meg ugye az orvosokkal, ahogy a Józsiék beszéltek, hogy ott egy olyan intézetbe kerüljön, ahol a mozgását, az idegrendszert tudják fejleszteni, és igen, hogy visszatérjen az életbe. Józsi, neked most 4 gyerek van otthon, a legkisebb 3 hónapos. Családfenntartóként, apaként és mindenféle szempontból helyt kell most állni. Ki az, aki tud neked ebben segíteni? Most nem csak az anyagiakra gondolom. Gyakorlatilag mellém álltak elég korán a védőnő. Először a doktornők, védőnők, aztán a család, majd később ide tágult ez a kör kifelé, tehát nem panaszkodhatok, sokan mellém állnak, fél Szegvár, hanem egész Szegvár támogat mindenbe, kérdik, hogy mibe segíthetnek. Gyakorlatilag, ha én most minden segítségnyújtót beengednék a házamba, akkor nem férnék be, mert olyan sokan vannak, amit nagyon is köszönök. Lényeg az, hogy borzasztóan empatikusak felém, Szentesen, Szegváron, mindenfele. Igaz, nem vertem nagy dobra ezt a dolgot, de ez akkora port kavart mindenki, tehát mindenütt, hogy tehát nem tudják szem elől veszteni ezt a dolgot. Mekkorák a nagyobb gyerekek? 15, Máté, 14, Dani, 8 éves Kamilla lányom, és ugye 3 hónapos lesz, majd ebben a hónapban Peti fiam. Tehát már ő is nagy. Ők hogy vannak? Körülményekhöz képest jól vannak. Támogatjuk egymást, megbeszélünk mindent, a legelején is megbeszéltünk mindent, el kellett mondanom nekik mindent. Tehát nem kecsegtettek, nem ígérhettek az orvosok semmit sem, mert ilyen esetben ígérni nem lehet. Tehát hazudozni nem lehet, elmondtam nekik a tényeket, hogy mire kell számolni, mik a várható dolgok. Sajnos nehéz, mert hát mindenkinek nehéz, de hát úgy érzem, hogy fölkészítettem őket, még akkor is, hogyha én sem tudok teljesen fölkészülni az ilyen dologra, még nyilvánvaló, hogy az ember nem is akar az olyan dolgokra fölkészülni, amit nem akar ilyen értelemben, de úgy érzem, hogy sikerült, támogatjuk egymást, úgy élünk, mint minden más család, tehát mint mondta Marcsika is, hogy segítséget nem akartam elfogadni, ha bár kezdett a bicskám beletörni a dolgokba, de úgy érzem, hogy uralom a dolgokat. Sajnos dolgozni nem tudtam, elmenni, melózni nem tudtam. Te asztalos vagy, ugye? Magánvállalkozóként dolgoztál eddig? Dolgoztam így is, dolgoztam úgy is. Tavaly, ahogy megtudtuk, hogy kisbabánk születik, mert szerettük volna nagyon, hogy legyen egy negyedik. Fölmondtam a munkahelyemen, mert én voltam a segítsége a feleségemnek maximálisan, teljesen családi vállalkozás az egész. Tehát lényeg az, hogy ami egy babavárással kapcsolatos, ott voltam a feleségem mellett, nyilvánvaló, hogy dolgoztam is mellette, ugye, mert a hétköznapokat azért ugyanúgy élni kell tovább. Szegede kellett járnunk vizsgálatokra, mert feleségem az 41 éves, és ami ilyenkor ezzel jár. Kockázatok miatt. Így van, a kockázat, a Down-szindróma szűréstől kezdve a szívútrangig minden, tehát a kisbabának a szívútrangjáig minden. Lényeg az, hogy tehát fölmondtam a munkahelyen, képbe volt egy másik munkahely, Hódmezővásárhelyen, de mivel ez történt velünk, sajnos nem tudok elmenni. Tehát ez a probléma, csak dolgozni nem tudok, mert hát mondta egy ismerősöm, hogy most ilyenkor tudja meg egy férfi ember azt, hogy egy asszony a háznál mit csinál, mennyit kapkod. Megkaptam tőle elég szépen az illetőt, szépen mondta, tehát nem illetlenül mondta, de azért legalább egy kicsit tudjátok. Nem így akarom azt mondja, de legalább egy kicsit tudjátok. Bizony egy asszony köl a háznál. Tehát lényeg az, kétségtelen. Hogy néz ki egy napotok? Hogy néz ki egy napunk? Hát eléggé zűrzavaros nap, ha bár uralom a zűrzavart. Hát Peti babának az etetési rendje, az befolyásol bennünket nagyon. Hát van, amikor nem úgy sikerül, ahogy én terveztem, ugye? De lényeg az, hogy ott alszik köztünk Peti baba egy ágyba. Hát most ugye nem, mert a nagyok influenza járványosak nem alhatnak ott, de lényeg az, hogy egy nagy ágyba ott kucorogtunk össze. Ők akarták, mi így éreztük jónak. Lényeg az, hogy Peti baba etetési rendjét próbálom befolyásolni, tehát én kelek föl hozzá, természetesen nincs más rajtam kívül a házba, aki fölébredjen rá. Lényeg az, hogy megetetem, ha sikerül úgy becentíznem az idejét a kisbabának, akkor reggel 4:30-kor csörög az óra,
ha sikerül visszaaludnom addig, akkor csörök fél ötkor az óra, összekapom magam, elmegyek a pékségbe, megveszem a reggelinek valót, akkor hazatekerek, utána elkészítem a reggeliket, indítom őket útnak, tehát vasalok, mint minden rendes anyuka. Eddig vasaltál? Ha nem volt muszáj, nem. Ha nem volt muszáj, nem. Látszik is a gyűrési technikámon, hogy nagyon toppon vagyok. Tehát lényeg az, hogy hát a vasalás azért feladja a leckét, de talán a legjobban ez a babaruhákkal való bíbelődés. Tetszik. Nagymama tetszik, de... tud esetleg segíteni? Van a közelben nagymama? Hát finoman fogalmazva, hát a családi hátterünk nem a legtip-toppabb. Most már odáig eljutottunk, hogy nagymama megfőz. Nagyon nagy segítség ez is, érzem, hogy nem kell, mert a főzőtudományom nem a legszuperabb. Alapvető dolgokat úgy, ahogy megcsinálok, de azért jó. Tehát azért ez is segítség el kell fogadni, tehát ezzel a lehetőséggel, ezzel az opcióval élek, de a többit azt én megoldom. A mosás, a takarítás. Említetted, hogy nagyon sokan segítettek, de mi az, amire még szükségetek lenne? Mi az, amiben tudnánk segíteni? Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert igazából annyi mindenben segítenek az emberek. Sokan megállítanak az utcán, hogy mit szeretnénk. Hát mondom, hát az anyukákat. De igazság szerint nagyon nehéz, mert idáig sose szorultunk ilyesmire, sose voltunk központba, tehát... Nehéz volt kérni? Nehéz volt kérni. Nehéz nagyon. A kérés. Marcsika mondta azt, hogy de igen, mert nem tudsz mit csinálni. És gyakorlatilag akkor szembesültem az egész dologgal, hogy mivel nem tudok dolgozni. Nem tudok, mert a kisbaba 3 óra hosszánként csak ébred, vagy ha kicsit jobbat alszik, akkor 4. De nem tudok nyugton lenni a műhelyben, mert figyelni kell a kisbabára, amikor otthon vagyunk, amikor nem a feleségemnél vagyok. És bizony, hogy tehát nem bírok mellette úgy kikapcsolni, tehát az én munkám is, mint minden munka olyan, hogy teljes embert igényel, tehát figyelni kell, mert nagyon baleset veszélyes, ez egyértelmű. Tehát vagy kisbaba, vagy a munka. Vagy a család, vagy a munka. Ugye kiesett egy nagy fogaskerék a gépezetből, így ezáltal pótolni kell valahogy, nem tudok mellette dolgozni, tehát teljesen egyedül. És a kérés, ja is visszatérve, bocsánat, a kérése, tehát mindenkinek azt mondtam, hogy döntsd el, én mondjam. Tehát nem volt szükségünk arra, megoldottuk, nem duskáltunk a javakba, de viszont, amit akartunk, mindent elértünk. A családot szépen öltöztettük, úgy érzem, neveltük jóra, meg neveljük is jóra. Tehát amire szükség volt, azt előteremtettük, feleségem is, én is. Tehát mind a ketten így kerek a család. És ebből kifolyólag én nem fordulok kéréssel senki felé, mert nem érzem azt, hogy... Tehát nem olyan egyszerű kérni. Könnyebb adni, mint kapni. Én szívesen adtam, úgy érzem bárkinek, szívesebben, mint kaptam. Tehát volt a kórházban egy takarítónéni, meg van is, egy nagyon kedves takarítónéni, akinek tévére volt szüksége. Én nekem módomba állt egy tévét beszerezni, nem a legújabbat, de olyan szívesen odaadtam neki, úgy örültem neki, hogy segíthettem, miközben ő is segít a munkájával a feleségemnek, tehát sok meghálálhatatlan dolgot így tudom viszonozni, ezt igazából nem is lehet viszonozni. Tehát bármi, tehát bárkinek a segítségét, tehát sok embernek, aki nyíltan jött és segített, mondtam, hogy én ezt nem tudom ám meghálálni, mert igazából nincs arra szó, nincs arra anyagiakban mód, hogy ezt kifejezze az ember. Marci, te múlt héten indítottál egy felhívást a közösségi oldaladon. Tegnap néztem rá, hát közel 400-an megosztották. Igen. Ez a megosztás, ez azért egy 3 hét kemény munkába tellett, mire a Józsi ezt elfogadta, hogy ő is mondta, hogy sokat beszéltünk erről, mert én azt gondolom, hogy ő nem
ő benne volt ebbe a dologba, és nem gondolta végig azt, hogy igen, nincs kereset a családnak. Gyakorlatilag érkezik gyed, érkezik egy családi pótlék, de ebből 4 gyereket eltartani, kórházba járni, számlákat fizetni, etetni a gyerekeket, ruházni nem lehet. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt ugye rávenni arra Józsit, hogy ezt feltehessem a közösségi oldalra, és meggyőzni arról, hogy ez jó lesz, és hogy ez nem egy rossz dolog, és hogy ezért nem kell szégyenkeznie, hiszen nagyon sok ilyen ember van a világban, az országunkban, ahol baj van, és összefog egy közösség. Azt gondolom, hogy Szegváron mindenki ismer mindenkit. Itt egy családi közösség van ebbe a faluba, és azt gondolom, hogy a Facebook is ugye pont ezt mutatja, hogy annyi megosztás, a utalások érkeztek, tehát igen, segítség volt. Szépen. Volt, aki Szentesről élelmiszert ajánlott fel folyamatosan a család számára. Mindenkivel én is igyekszem beszélni, tartani a kapcsolatot, sokan megkeresnek. Biztosan nehéz olyan embernek ezt elfogadni, aki soha nem kért, aki soha nem volt erre rászorulva, aki minden héten segélyére áll sorba, az rutinból nyomná ezt, és abszolút teljesen természetes lenne neki ez a közeg, és mosolyogva fogadná ezeket az adományokat, felajánlásokat. Akinek ebben nem volt része, az óckodik ettől, és nem érti, hogy miért jó ez. Itt ugye Józsiéknál is ez volt a dolog, hogy ők tényleg soha nem fogadtak el senkitől semmit, mert megoldották, együtt voltak, és jóba rosszba. Ismerem őket, nem, Józsit nagyon-nagyon régóta, szerintem hát, lassan 40 éve, mi együtt jártunk templomba, Hajnalkával, egyidősek vagyunk, hozzájártam fodrászhoz, tehát azt gondolom, hogy nyugodtan és bátran kimerem mondani, hogy egy nagyon szépen tisztességben élő család, akik jól nevelik a gyerekeket, és tényleg nem szorultak rá eddig a pillanatig arra, hogy bárki is az ő kis életüket támogassa, vagy valami, ők megoldották egymásnak, de most ez a pillanat van, hiszen Hajni állapota javul, de nem tudjuk, hogy, és az orvosok sem tudják, hogy ez milyen ütemben lesz, és mikor lesz az a pillanat, amikor egyáltalán a Hajni lábra áll, és anyaként ugyanúgy a család része tud lenni, és a Józsi mondjuk el tud menni dolgozni, és a Hajni a gyerekeket meg tudja oldani, hogy viszi ide-oda, ellátja őket. És addig a pillanatig Józsi nem tud elmenni dolgozni, és kell az anyagi támogatás, mert annélkül beleroppan a család. Aki szeretne segíteni, hogyan teheti ezt meg? A Facebook oldalon megosztottunk egy a Józsinak a takarékos számlaszámát. De mindjárt ki is tesszük a számlaszámot. Tehát erre lehet utalni, és a közleménybe ugye meg kell jegyezni, hogy kinek a nevére megy az utalás és az adomány. Azt gondolom, hogy minden esetben, tehát ez jó helyre fog menni, és szükség van rá. Mikor nyitottátok a számlát? Múlt héten csütörtökön. Azt lehet tudni, hogy hányan reagáltak eddig, vagy mekkora összeggel? Én ezt nem kérdeztem, nem tudom, te hát a mekkora nézted-e? Összeg, hát igazából én nem nagyon követem. Tehát a telefonomra ráállítottam azt, hogy ha utalás érkezik, de megmondom őszintén, nem nézem az összeget, mert annyira nem... Tehát köszönöm szépen, tehát, de mint mondtam, ez egy... Ahogy Marcsika is elmondta, ez egy kellemetlen dolog nekem. De lényeg az, hogy bárkitől bármit kapok, elfogadom. Köszönöm szépen, tényleg nem győzöm megköszönni, de mert szóismétlés nagyon, de... tehát tudok belőle gyógyszert venni, tudok belőle, hogyha kell olyat venni, ami szükség, tudok belőle a gyerekeknek tornát, kirándulást fizetni, tehát ez a lényeg, hogy a komfortzónájukat azt megtartsuk, tehát a családnak a fönntartása. Most te nagyon benne vagy még a sűrűjében, de néha hátradőlsz egy picit, és átgondolod ezt a helyzetet? Keresed az okokat? Vagy a felelősöket esetleg? Nem okolok semmit, mert úgy érzem, hogy történnie kellett mindennek ahhoz, hogy idáig eljussunk olyan értelemben, hogy sok minden, sajnos ugye a falu az egy olyan közösség, ahol a falu egyik végében ezt mondanak, másik végében már azt mondanak, volt, aki részvétet nyilvánított már nekem.
Hát mosolyogtam rajta, mondtam, hogy ott még nem tartunk, hál' Istennek, de lényeg az, hát morbidnak tűnik, de nyilvánvaló, hogy nem tudhat senki semmit se pontosan, mert mindenki mond mindent. De nem hibáztatok senkit se, ezt megbeszéltem a feleségemmel, még a vérmérgezés alkalmával, hogy azért sem, mert itt a faluba járni kell. Ez egy túl kicsi közeg ahhoz, hogy egymást elkerüljük, kikerüljük, meg hogyha nem történik ez a vérmérgezés, akkor nem tudjuk meg azt is. Tehát akkor itthon történik vele a baj, hogy leáll a szíve. Főorvos úrral beszéltem, több főorvossal is beszéltem, pontosabban, akik épp akkor a feleségem mellett tartózkodtak, hogy... Ez így ott történt bent a kórházban. Bent történt, mert egy hétig bent a vérmérgezéssel kezelték a feleségemet. De az esetleg annak a következménye volt ez nem. A szívem? A kettő dolog nem függ össze, annyiba függ össze a két dolog, hogy legyengült a szervezete. Kezdődött a szüléssel, ugye nektek nőknek ez nagyon megterhelő, mi ezt nem tudjuk elképzelni. Lényeg az, hogy kezdődött a szüléssel, a sok diétával, mert terheskori diabétesz lett, sajnos lehet, hogy meg is marad nála, nem tudom, mert változók a cukor eredményei. Akkor, tehát a sok diétázás plusz a vérmérgezés, és annyira le volt gyengülve a szervezete, hogy ezzel a váratlan dologgal már nem bírt megküzdeni a szervezet, ugyanis szüléskor kis százalékban, én ahogy kivettem a doktoroknak a válaszából, szüléskor kis százalékba, de előfordulhat anyukáknál szívizomkárosodás. Most mi nálunk ez történt, és olyan 6 hétre szokott ez a dolog jelentkezni. Talán leghamarabb én így merem mondani, de valakinél tovább tart a lappangási idő, de ez viszont olyan drasztikusan léphet elő, attól függ, milyen a szervezetnek az erőssége, hogy azonnali szívleállással. És mondta is a főorvos úr, hogy az a szerencsénk, hogy benn voltunk a kórházba. És hogyha gyakorlatilag belegondolunk, hogyha nincs a vérmérgezés, és itthon történik vele, én oda vagyok dolgozni, mert akkor nyilvánvaló, hogy a feleségem itthon van, akkor én el tudtam volna menni dolgozni, mert körülbelül ez az időszak lett volna, hogy már mehettem volna. Tehát munkában. Akkor egyedül van otthon. Egyedül van otthon, ne gondoljunk bele abba, hogy mi történt volna. Jó, én úgy látom, hogy te egy nagyon optimista ember vagy, most erre a helyzetre rá is fér. De azért csak megkérdezem, hogy te hogy vagy. Köszönöm kérdésedet. Hát változó. Változó. Tehát van, amikor idegesebb vagyok, de tehát amikor bemegyek a feleségemhez, olyan töltettel jövök ki tőle, hogy ad energiát, úgy érzem, és akkor megyek és csinálom tovább a dolgom. Rohanni kell, tehát nincs idő gondolkodni sokszor magamon, mert rohanni kell, hol a kislány véget, hol a középső fiam, múltkorában mentem a feleségemnek cipőt vásárolni vásárhelyre, ami tartja a bokáját. És akkor lényeg az, hogy útközben fölhív a kisebbik fiam, már nem Peti baba, hanem kisebbik fiam fölhív, apa, ma 17:30 szülői, vagy 17:30, már nem is tudom, és akkor hát te jó kisfiam, azt mióta tudjuk ezt a dolgot? Hát múlt héten már tudtuk, jaj de jó, és nem közölte, csak hétfőn, amikor, és akkor nyomdagázt, amennyire tudod, nyomdagázt. A ház, lehet, hogy jó is egy kicsit, hogy eltereli a figyelmet. Eltereli, tehát nincs unatkozásra idő, tehát hazamegyek. Tegnapi nap volt, azt hiszem, hogy egy 20 perccel ledőltem, de akkor is inkább a fiúknak a internetes dolgait, tehát telefonon keresztül mutogatták a képeket, hogy nézd apa, hogy néz ez ki, hogy néz az ki. Jelzem, én nem szoktam internetezni, tehát 5 hónapja körülbelül, ha nem több, hogy hozzányúltam a számítógéphöz. Én nem vagyok egy ilyen technika vívmánya ilyen értelemben, tehát én nem szeretem az internetet. Független attól, hogy fönn van, meg Facebookok vannak, meg rólunk van fönn, a nem nyitottam meg a számítógépet, e-naplóját sem nézem a gyerekeknek, mert hál' Istennek jól tanulnak. Mondtam nekik, hogy nem áll meg az élet, nem volt kedvük menni tanulni, vagy iskolában nem volt kedvük menni. Lényeg az, hogy mondták is a tanárok, meg támogattak benne. Ők is, hogy igenis járjanak iskolába ugyanúgy, tehát már másnap, ahogy ez a hír, ez a dolog megtörtént, hogy leállt a szíve a feleségemnek, már közöltem velük, és teljesen, hát ők is, mint minden ember ilyenkor teljesen padlót fogtak. Lényeg az, hogy hétfői nap mentek iskolába ugyanúgy, mint hogyha anya is ott volna velünk, kivasaltam, helye közel jól, kivasaltam, és akkor mentek suliba, lekötötték őket, tehát nincs idő unatkozni, mert utána, tehát amikor a család részét elintéztem a dolognak, akkor utána agyalok rajta, hogy tudok a kórházba bejutni,
Most ugye influenza járvány véget, tilalom van, de azért beengednek. Tehát nem szólnak, szájmaszk, meg mikor, hogy. Bemennek a gyerekek is hozzá? Nem, gyerekek még nem mehetnek be hozzá, mert hát ugye a gyerekeknek is csalódás lehet. Nem azért, mert nem szeretik az anyukájukat, hanem még nem azért, szeretnéd, ha ilyen állapotban látnám. Nem, mert azért azt várom, hogy úgy szóljon a gyerekekhöz, hogy tudatosabban. Van tényleg, hogy a Marcsika is mondta, hogy egyre tudatosabban megnyilvánulása, de sajnos még nagyon sok olyan, mint amikor álmába beszél az ember. Nagyon sok olyan van. Tegnapi nap volt épp, hogy a gyerekeket megemlítette álmába. Tehát ez is nagy szó, mert nem tudott róluk. Valamelyik nap engem említett meg, ami megnyugvás, hogy azért még ott vagyok a kis eszébe. Tehát ugye a kislányom is, hogy vajon anya meg fog-e ismerni. Én nekem is a fülembe ültette a bogarat, hogy mi van akkor, hogyha engem nem ismer meg. Tehát nehéz. Tehát váratlan helyzetek lehetnek. Tettem már föl ez irányba kérdéseket felé, oda-vissza. Elég pozitívan válaszolt, meg úgy néz ki, hogy tehát felém nyitottabb. Tehát ez azt jelenti, hogy egyik nap bementem, mondták a nővérkék, hogy hiába birkóztak vele. Kanállal letetik most már, tehát táplálják szájon köröztül is. Szondán köröztül is táplálják, szájon köröztül is táplálják. A szonda azért került vissza, mert már egyszer ki volt húzva, a gyomorszonda, mert nem fogadta el a nővérkéktől az ennivalót. Bementem, körbeszeretgettem, tőlem elfogadta. Gyógyszert is, ennivalót is, nővérkének összeszorította a száját, nagyon kedvesek. Tehát annyira odaadóak, a takarítónénitől kezdve a nővérkéig, a doktor, nagyon kedvesek, csak nyilvánvaló, hogy neki azért csak valahol idegen ez a közeg. Mert nem olyan a komfortzónája oda ment az embernek, mint ahogy otthon megszokta. Tehát tőlem elfogadta, aranyos volt, tündér volt, nagyon jó ízűt evett az én kezemből, megitattam teával. Tehát ilyenkor az ember bizakodik nagyon. Tehát nem is adom föl, optimistának kell lenni, bizakodok nagyon. Úgyhogy akármi marad meg belőle, tehát olyan értelemben, hogyha ebből a mély kómából elindult dologból valami fönnmarad, akkor is az én felesége. Ez az én szubjektív véleményem. Bátor ember vagy. És ez nem az én érdemem, a feleségem a hős, én csak egy... Mindenki előtt azért példát mutat. Sokan mondják, de az a helyzet, hogy mindenki így csinálná, úgy érzem. Köszönöm, hogy itt voltál, és Marcsi Tegednek köszönöm a segítséget és a támogatást.